Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves testvérek! Szeretettel köszöntöm mindnyájukat, az Adinnom konferencia résztvevőit, pedagógusokat, intézményvezetőket, résztvevőket és természetesen a szervezőket. Nekem nagyon szép emlékeim vannak a miskolci időről, amikor 2 évig lehettem iskola lelkész a gimnáziumban. Hát ez egy arany korszak volt, arany idő, nagyon hát így nosztalgikus szívveréseim vannak most ebben a pillanatban. És hát nekünk jezsuitáknak azért az oktatás az valahol hát nagyon a mi rendi karizmánknak lehet azt mondani, hogy azért eléggé a szívében van, hiszen közel 500 éven keresztül a rendünknek a tevékenységét meghatározta a nevelés, az oktatás. Jó lehet, hogyha mondjuk Szent Ignácot és a társait megkérdezték volna 1540-ben, amikor Jézus társaságát megalapították, és azt mondták volna, hogy hát majd ti lesztek a világ első és legnagyobb nemzetközi iskola hálózatának a hát az elindítói és fenntartói évszázadokon keresztül, akkor hát Ignác valószínűleg nagyon csodálkozott volna, mert amikor a rendünket megalapították, akkor még nem gondoltak arra, hogy iskolákat nyissanak. Tulajdonképpen hát egy szinte azt lehet mondani, hogy véletlen hozta azt, hogy a jezsuiták belecsúsztak az iskola alapítás és iskola fenntartásnak a munkájába, ugyanis néhány évvel az alapítás után Szicíliába hívták meg, Messinába a jezsuitákat, hogy hát indítsanak egy iskolát az ottani város hát fiataljai számára, és gondolkodott az alapító atyánk, és aztán a legjobb emberei közül majdnem egy tucatot elküldött oda, hogy hát indítsanak egy iskolát, nézzék meg, hogy milyen is ez. Tulajdonképpen egy kísérleti projekt volt, és aztán ez a kísérlet túl jól sikerült, mert nem csak Messinába, hanem máshova is egyre többen kezdték a jezsuitákat hívni, úgyhogy nagyon hamar nem volt Ignácnak már embere, mégis sorba alapultak a jezsuita iskolák. Miért? Hát a kezdeti ideája a Jézus társaságának az volt, hogy vándor apostolok módján járjanak körbe és hirdessék az evangéliumot mindenkinek, és hát azért ez egy elég ellentétes valóság, hogy iskolát azért nem lehet vándor módon csinálni, hogyha valaki iskolát alapít, ott kell lenni. És ez úgy láthatóan egy feszültségben van azzal, amit a jezsuiták kezdetben gondoltak önmagukról, és hogy mégis beleálltak ebbe, és aztán tényleg hát tucat számra és száz számra nyitották az iskolákat, ennek az volt az oka, hogy azt fedezték föl, hogy az a cél, amit a társaság kezdettől fogva, mint cél kitűzött magának, hogy a keresztény hitet továbbadja, hát ennek egy nagyon kiváló megvalósulási formája tud lenni az iskola. Az ignáci mentalitásnak az egyik nagyon fontos elve ez a célszerűség, nem a cél szentesíti az eszközt, ahogy ezt úgy hamisan vádolták a jezsuitákat ezzel, hanem hogy a célt jól kell megválasztani, és ahhoz megtalálni a megfelelő eszközt. És azt látták, hogy az iskola ahhoz a célhoz, hogy az evangéliumot továbbadjuk, ahhoz egy rendkívül jó eszköz. Ugyanis hát nyilvánvaló módon a diákoknak, a nevelt fiataloknak a hitet nagyon könnyen lehet továbbadni egy ilyen intézménybe, de egy iskola az nem csak egy diák sereget tud megszólítani, hanem rajtuk keresztül meg tudja szólítani a szülőket. Rajtuk keresztül meg tud szólítani egy városnak is a közvéleményét. Úgyhogy a jezsuita iskolák nagyon hamar úgy működtek, mint evangelizációs központok. Úgyhogy ez a magyarázata annak, hogy a társaság belevágott ebbe a nagy kalandba, és tényleg utána nagyon szisztematikusan és tudatosan építették föl az oktatási munkájukat, kiértékelték a tapasztalatokat, központi iránymutatásokat határoztak meg. Ennek egyik nagyon jelentős mértföldköve 1599-ben a Ratio Studiorum, ami a jezsuita iskoláknak a modelljét teremtette meg, vagy alapdokumentumát, és ahogy Mészáros István, a nevelőstörténet nagy kutatója fogalmaz, ez volt az első, és pillanatnyilag az utolsó nemzetközi tanterv a világ iskola ügyének történetében.
És ezen a helyen érdemes azért azt is hát megemlíteni, hogy a jezsuita rend, így, hogyha a magyar viszonyokat nézzük, rendkívül meghatározó volt a magyar oktatás szempontjából, hát főleg az első periódust illetően az 1773-as feloszlatás előtt gyakorlatilag hát a magyar felsőoktatás, ugye három egyetem akkor, Nagyszombat, Kassa és Kolozsvár és 27 középiskolával a katolikus oktatásnak a nagy része a Jézus Társaságának a kezében volt, szinte monopól helyzetben volt. A társaság feloszlatása és újraindulása után már ezt a fajta szerepet így nem tudta betölteni. A háború, II. Világháború előttig csupán két gimnáziumunk volt, Pécsen és Kalocsán. Aztán megint egy feloszlatás következett 1950, és egy újraalapítás a rendszerváltás után 1994-ben tudott újraindulni a jezsuita gimnázium Miskolcon. Szent Ignác egy helyen így fogalmaz az oktatás fontosságát illetően, azt mondja, hogy az egész kereszténység és az egész világ jóléte az ifjúság oktatásán múlik. Felelősségteljes feladat tehát ez, és nem véletlen, hogy a rendünk azóta is és az új apostoli preferenciáinkban is nagyon fontos hangsúlyt helyez az oktatásra. Különleges feladatunk, ahogy ez az apostoli preferenciákban megfogalmazódik, kísérni a fiatalokat egy reményteljes jövő megteremtésének az útján. Kedves testvérek, most egy konferenciát indítunk, Adj innom címmel, amely hát mondat, motto az evangéliumban gyökerezik, ugye az a találkozás, amikor az Úr Jézus találkozik a szamariai asszonynal, amikor hát így a nap közepére élve, elfáradva leül egy kútnak a kút mellett, és inni kér ettől az asszonytól, és ez az asszony inni ad az Úr Jézusnak, segíti az ő felüdülését, új erőhöz való jutását, és talán még inkább azzal, hogy figyel rá, hogy meghallgatja őt, hogy hittel viszonyul feléje. Ez a példa mutatja azt is, hogy hát ha az Úr el tudott fáradni, akkor talán nem szégyen az, hogy mi is elfáradhatunk. Mi is az energiáinknak a végéhez érhetünk. Mi szomjúság támadhat a szívünkben. És a szomjúságnak van egy helye, van válasz, ahol van víz, ahol van felüdülés. Hát remélhetően most ez a nap egy ilyen szomjúságot oltó, felüdülést adó, megerősítő találkozás lesz. Ezt kívánom mindnyájunknak, és egy imádsággal kezdenénk ezt a közös találkozást, együtt gondolkodást. Add, Urunk, hogy ez a konferencia lehetőség legyen számunkra a megállásra, megpihenésre, feltöltődésre, hogy új erővel, lendülettel térhessünk vissza szolgálatunkhoz. Add, hogy testvéreink révén végső soron veled találkozzunk. Add nekünk a te vizedet, az örök életre szökellő vízforrást, a Szent Lelket. Amen. Jelmondatunk, vagy ahogy Zoli atya is fogalmazotta, mi mottunk, növekedjünk együtt, hitben és hivatásban. Az ignáci pedagógiai műhely több mint 20 éves múltra tekint vissza. Ez a jezsuiták által fenntartott, támogató műhely mindig nagy figyelmet fordított arra, hogy a fenntartói állapotoktól függetlenül minden köznevelési intézménynek támogatást és segítséget nyújtson. Alappillérünk a valódi párbeszéd, erre építve szeretnénk támogatást, válaszokat adni a kihívásaikban önöket megsegíteni. A reflexiós folyamatok által lehetőség nyílik egy mély önismeretre is, az egyéni és csoportos fejlődésre, amely szolgálja az ember szabadságérzésének megélését, hivatásában és magánéletében egyaránt. Az ignáci pedagógiai műhely alappillére hit és hivatás.
Hit, hiszen Szent Ignác lelkiségét követve, a teljes ember megszólításával segítjük az embert a hivatásának fejlődésében is. Az ignáci pedagógia paradigmája pedig szintén három pillére épül, tapasztalat, reflexió és cselekvés. A tanár a diák tapasztalataira, ezek megfogalmazására törekszik a diákokkal, nem csökkentve persze ezzel a diákok tudását, élményeit. A tapasztalatra építve fedezünk fel és szerzünk új megéléseket, melynek fontos célja a megértés. A reflexióra épült cselekvés az első lépések megtételéhez elvezetnek bennünket. Ezáltal képesek leszünk választ adni a saját kihívásainkra. Ezzel a jezsuita paradigmával ültettük át az ignáci képzésekbe ezt a tudást, ezt a hitet, és együtt megpróbáljuk Isten Szent Ignác lelkiségét és a jezsuita nevelést, pedagógiát összekapcsolni. IPM vezetőként közösen figyelünk arra, hogy a műhely képzései, kiadványai az ignáci szellemiséget kövessék. Laci atya, mint jezsuita vezető, biztosítja a lelkiségi tartalmak megszületését és beépülését a munkánkba. Kinga az ignáci pedagógia paradigmájának szem előtt tartását több mint 20 éves gyakorlattal végzi, és Lemma kócsként a pedagógus középpontba helyezésén tartja a fókuszt. A magam részéről pedig törekszem a szakembereink segítségével olyan szellemi műhelyt építeni, ahol a jövőt mindig a pedagógusokkal való párbeszédre alapozzuk. A jezsuita pedagógia paradigmáját a képzéseinkben is továbbvittük. Mi is a képzések során, műhely munkáink során három kulcsfogalomra építünk: tapasztalat, reflexió, cselekvés. Párbeszédeink során figyelünk és összegyűjtjük a köznevelési intézmények munkatársaitól érkező tapasztalatokat. Műhelymunkáink, képzéseink mindig az intézmények sajátosságainak, egyedi kihívásainak megismerésére alapoz, és mindig igényekre reflektál. A közös gondolkodásra tanulási folyamatként tekintünk, melynek során az embernek és szervezetnek egyaránt támogatást nyújtunk, segítjük őket elvezetni a saját megoldásaikhoz, a cselekvéshez. Legfontosabb két célkitűzése a műhelynek, hogy támogatásunkkal a szakemberek belső erőforrásaira támaszkodva segítjük őket megtalálni a saját megoldásaikban. Második célunk, hogy továbbadjuk azokat az innovatív módszereket és modelleket, amelyekkel erősíthetik egyéni és szervezeti kultúrájukat, lelki és szakmai fejlődésüket. Végezetül szeretném figyelmükbe ajánlani a műhely szakmai tartalmait és segédleteit. Az elmúlt több mint 20 évben a műhely dolgozói mindig keresték azokat a szakmai tartalmakat, módszertani kiadványokat, vagy nemzetközi tanulmányokat, amelyeket közzé tehetővé tudnak tenni, vagy tudunk tenni az önök számára. A fent olvasható témakörökben rendkívül sok segédletet találnak a honlapunkon, és hátul néhányat elhoztunk belőlük nyomtatott verzióban is, de a legtöbb segédlet online formájában letölthető. Nézegessék, lapozgassák, használják kedvükre, és kívánom, hogy növekedjenek együtt hitben és hivatásban. Kedves kollégák, én magam igazából nem vagyok tanár, és még pedagógusnak se feltétlenül vallom magamat, bár csak Miskolcon egy jó közel 8 évét dolgoztam különféle
formában az iskola lelkészségen ideglenesen még hittant is tanítottam, bár nem tartom azt a legsikeresebb projektemnek vagy szolgálatomnak. Mégis hiszem azt, hogy kollégák vagyunk, mert hogy akik itt így összegyűltünk, akiket ismerek, az biztos, és ebből arra így kiterjesztem, hogy mindenki más is egészen biztosan. Nem arról szól ez az egész, hogy akkor most minél okosabbakat mondjunk a gyereknek is, és ennyi, hanem sokkal mélyebben köt össze minket egy szolgálat, akár nekem, akár mint papként az oltárnál, és közben egy iskolában, vagy bárhol máshol is ez összeköt. Akkor is, ha én jezsuitaként nem szeretek a jezsuitákra úgy tekinteni, mint így kívülről időnként elhangzik, hogy milyen tanítórend vagyunk, de Ignác atyánk se egy tanító volt, még a pedagógusságát is szívesen kétségbe vonom. Hát gyerekekkel biztos nem nagyon, felnőttekkel azért igyekezett az Isten felé, meg lelki gyakorlatokba, meg ilyenek, de maga a tanulással is megküzdött már jó felnőtt korában. Egyébként időnként a ima életét kellett háttérbe szorítania, hogy tudjon tanulni, annyira elöntött az Istenért való lelkesedés, és jött rá, hogy hát ez így nem teljesen segít. Tehát, hogy amikor ignáci pedagógiáról beszélünk, akkor ott az ignáci, hát alapítunk Loyolai Szent Ignác, ahogy így elhangoztak, vannak ilyen nagy ignáci szlogenjeink, és azt a pedagógiában is használtuk. Ez az egész teljes ember nevelésétől kezdve a kúra personális, a személyes figyelem a segítségekben. Az, hogy mindig valami tapasztalat, reflexió és az visz tovább minket. Az, hogy megkülönböztetni és keresni, hogy az Isten merre hív és merre van a jó irány és merre nem, merre Ignácnak lelki gyakorlatokban egész ilyen gyakorlati rendszereket dolgozott ki level 1, level 2-ben, hogy akkor a jó és a rossz lélek merre hív és hogyan és hogy keressük. És én azért mondom magunkat szívesen kollégáknak, mert hogy nem az van, hogy vannak ezek a nagy elvek, amik akkor ezek így a pedagógiára vannak kidolgozva, arra így megtanuljuk, és akkor így tudjuk csinálni a ránk bízottakkal, hanem vannak, amit Ignác így maga rengeteg módon kutatott ki, és kifejezetten zsákutcákkal is kutatott ki, tehát voltak időszakjai, amikor így végtelenül nagyra megnövesztette a körmeit, mert azt gondolta, hogy ez az Isten szerinti jó út, és rengeteget küszködött, hogy lehet megtalálni az Isten útját, és aztán továbbadni. Hogy ez az egész életünkről szól, meg a hétköznapi életünkben, meg rólunk, hogy hát, hogy itt a képzések is így végigjöttek, hogy konfliktuskezelés ugyan, hát az nem csak a iskolában kell, hanem saját életünkben a jövőre nézés, még egy disputa is egyébként. Hogy számomra az fontos, hogy nem két életünk van, hogy akkor van a pedagógus üzemmód, akkor itt most szépen megtanulunk hozzá dolgokat, amit ott használunk, és akkor ebbe berakunk, hogy ez olyan legyen olyan ignácias, mert azok a jó eszközöknek tűnnek, és van az életünk, hanem van egy csomó minden, amit Loyolai Szent Ignác alapján az ignáci lelkiségben, a jezsuita hosszú hagyományok, kikutatások, gyakorlatok alapján tudunk használni a saját életünkbe, és annak egy változatát meg tudjuk mutatni, és tovább tudjuk, és tovább is tudjuk adni. És így hiszek abban, hogy a mai előadások, meg aztán műhelymunkák, vagy leges nagyon remélem, nem csupán konkrét eszközöket adnak, vagy konkrét gondolatokat, hogy lehetne valamit tenni, vagy csupán rövid reklámok, hogy na, ezt tudjuk nagyobb és hosszabb képzésekbe átadni, hanem konkrétan személyesen önöknek, nektek is ad olyat, amit a saját életbe lehet. Ráadásul a pedagógus társadalmat ismerve, bármit, amit egy pedagógus magának megtanul, abból úgy is valahogy egyszer csak megjelenik és átadódik, és hiszen melyikünk tudja ezt így mindent így megőrizni magának, hogy valamit csak magamnak tanulok, és nem születik belőle valami. És igazából ebbe a ignáci pedagógiai műhelybe is ezért vagyunk, hogy amit mi megtapasztaltunk, Szent Ignác lelkiségéből, Miskolcról, más szakemberekkel, azt, hogy lehet megmutatni és továbbadni. És annak ez egy ilyen pici bemutatója, és ezerféle módon keressük ennek a lehetőségét másutt is. Ezek a fő gondolatok, lehetőségek, irányok, koncepciók, ezekben azt is szeretem, hogy teljesen alkalmazhatók mindenféle intézményben. Tehát messze nem csak egyházi iskolákba megyünk mi szívesen. Sőt, igazából ahol nagyobb szükség van, ez is még Szent Ignáctól is, ahol nagyobb szükség van és nagyobb remény van gyümölcse, tehát azzal a keveset, amit mi be tudunk adni, mert hát azért nem vagyunk egy hatalmas intézmény, és nem tudunk
több száz programot egyszerre csinálni, de hogy az, amennyien vagyunk, és az minél gyümölcsözőbb legyen, ezért kifejezetten szívesen megyünk, akár nem egyházi iskolákba, akár olyan messzi vidéki iskolában, ahol szívesen hívnak, és van valami nehézség, és ezen témákba valahogy be lehet illeszkedni, és adaptálva az ottani szükségekre azt, amit mi hozunk, azt továbbadjuk. Miközben természetesen számomra ezek a Ignáci pedagógia hozzáállás, eszközök, minden ez teljesen elképzelhetetlen az alapvető Istenbe kapcsolódás nélkül, hogy abban a hitben, hogy már pedig nem elromlott emberekkel foglalkozunk, se a gyerek nem egy elromlott gép, amit javítani kell, se mi felnőttek nem azok vagyunk, és hogy ebből a Isten szerette emberekből mit lehet így kihozni, hogy ez fontos alap, de ennek a megnyilvánulása azt nagyon szívesen tudjuk egészen lelki gyakorlatos formában, de egészen egyszerű, civil, klikkes, bármilyen iskolában is nagyon szívesen továbbadni, mert mi is úgy vagyunk, azt hiszem valahányan itt az Ignáci Pedagógia műhelyben, hogy nem bírjuk magunkba tartani azt, amit felszedtünk ki, hol, milyen tanulmányok és irányok útján. Hát fogadjátok szeretettel a mai kis előadásokat, kis morzsákat, és utána nagyon hívunk titeket arra, hogy hát ezek rövid morzsák, és mi nagyon szívesen adunk ebből hosszabb morzsákat is, amire megtalálhatjuk a közös formákat. Itt látszott akreditált változat, nem akreditált változat, konkrétabb átformálva messzi iskolának, közeli iskolának, amik csak az engedi az erőnk, a többit meg rábízzuk a jó Istenre, mégse nekünk helyen mindent csinálni. Köszöntöm Önöket szeretettel. Egy kicsit úgy messzébről kezdeném, hogy érzékeljem azt a feszültséget, amiben egy iskola az életét tölti akkor, hogyha különösen ennek az iskolának a pedagógiája, alapállása, az egy lelkiség alapú, pedagógia lelkiség alapú iskola. Teológiát tanultam alapvetően, én se nem tanári pályára készültem, hiszen papi pályára készültem, Romániába születtem, és ott az volt a környezetünk, hogy még bőven a II. Vatikáni zsinat előtti szellemiségben növekedtünk, ez a 80-as évekre lehet nyugodtan gondolni, és úgy bennem volt akkoriban az alapállás, hogy egy ilyen apologetikus szemlélettel kell nézünk mindenfelé, ugye a világra rá, tehát az apologetikus szemlélet azt mondja, hogy ilyen hitvédelemnek a szemléletével. És hát ennek megvoltak a maga dinamikái és érdekességei, hogy az embert azért mindig egyfajta készenlétbe tartották. És aztán később, amikor elkezdtem teológiát tanulni, különösen amikor kikerültem egy kicsiket nyugatra, akkor azzal szembesültem, hogy hát van egy másik szempont is, vagy másik látás, a zsinat utáni látás, amely egy olyan teológiát val, illetve az egyháznak a hagyományából egy olyan jó teológiát hozott elő, amely egy nagyon pozitív világlátást eredményezett. Nagyon pozitívan tekintünk a világra. És ez nagyon sok tekintetben szintén más, megint ilyen nagyon nagy lelkesedéssel töltött el. Ez volt ugye a 90-es évek tulajdonképpen alapvetően, tehát amikor ezeket így tanultam. És úgy nagyon nagy bizakodással tekintettem így iskolára, társadalomra, ezzel a lelkülettel indítottam, vagy jelentkeztem, választottam azt a hívásra, vagy választottam a hívásra, úgyhogy Miskolcban, iskolában dolgozzak. És aztán most az a helyzet, hogy azt gondolom, egy ilyen harmadik korszakot érzek magunk körül, akár teológiailag, de főleg társadalom, kultúra részéről. Ez egy feszültségidő, amikor úgy gondolom, hogy értékek, emberképeknek az ütközete zajlik. És egyesek vannak, főleg az Egyesült Államokban, de hát hogyha jövünk Nyugat-Európa felé, akkor is szintén ez így felkerül a témák közé, hogy minthogyha az egyháznak, a kereszténységnek, a keresztény emberkép, az úgy valahogy nyomás alá került volna. Valahogy ismételten, minthogyha olyan helyzetbe sodródnánk mi keresztények, mint amit említettem a zsinat előtt, hogy egy ilyen apologetikus, hitvédelmi aspektus is föl kellene tudni most már vállalni. Tehát nyomás alatt vagyunk,
És lehet, hogy ez nem is csodálni való, hiszen ahol értékekről beszélünk, ott mindig van feszültség, mert nagyon sokféleképpen lehet látni az értékeket. Tehát ez az, ami engem így mindig motivál abban az elmélkedésben, gondolkodásban, hogy mi értelme és hogyan keresztény iskolát a mai világban fenntartani, működtetni. A miskolci iskolánkban eddig mindig egy olyan képet mutattam, ahol az iskola és a templom volt látható, és ezt úgy határoztam meg akkor, hogy egy templom köré épült iskola. És ez nagyon sokat lehet beszélni, tehát ez mutatja az értéket, hogy honnan indulunk ki, mi az, ami az értékrendünket motiválja. Viszont most egy olyan képet találtam, nem olyan régi kép, egyébként önök látják először ezt a képet, ahol ez a templom köré épült iskola, hogy benne van a természetbe, egy zöld, teljesen nagy zöld területbe. És ezt úgy artikulálnám, hogy eddig nagyon tudatos volt számunkra a kapcsolatrendszerünkben, kapcsolat az Istennel, kapcsolat önmagunkkal, kapcsolat a munkánkhoz, kapcsolat egymáshoz, ezek ott voltak nagyon a gondolkodásunkban, ezeknek a kapcsolatok az egészségét ápoltuk, ezeken sokat gondolkodtunk és imádkoztunk fölötte, és most azt gondolom, hogy egy új szempont is bekerül, így mikor rátekintek az iskolánkra, ez pedig a természet, tehát a természethez való kapcsolatunk, tehát nem egyszerűen egy templom köré iskola vagyunk, hanem benne vagyunk a természetbe, benne vagyunk a világba. Ez is egy másik kapcsolat, amire szintén úgy kell tekintenünk, mint amit ápolni kell, és egészségesen kell tartani. A következőben egy pár gondolatig szeretném felidézni azt, hogy mi az iskolánknak a küldetése. Ezt követően kicsit az, hogy a sikerről mit gondolok, mit gondolunk, emberképünk, hiszen emberkép nélkül nem lehet sok mindent tenni, és aztán egy kicsit felvillantanám azokat az értékeket, amelyeket mi követünk, és végül pedig, amit nagyon fontosnak tartom, hogy mik azok a kihívások, amiket így látok, érték alapú pedagógia számára, érték alapú iskola számára, és talán arra is lesz egy kis időm, hogy egy-két gondolatot megosszak abból, vagy tapasztalatot, amit mi Miskolcon úgy látunk egyrészt kiút, másrészt pedig továbbra is marad a feszültségben. Küldetésünket tekintve úgy gondoljuk, hogy olyan keresztény értelmiségét szeretnénk nevelni az iskolánkba, akik a közjónak a szolgálatába tudják magukat állítani, akik érzik a köznek, a közösségnek a szolgálata irányából érkező hívást. De számunkra ez nagyon fontos, ezt állítottuk ki, tehát deklaráltan gimnáziumként úgy gondoljuk, hogy meg kell teremtsük a feltételeit annak, hogy keresztény értelmiséget tudjunk nevelni. Tehát ez számunkra nagyon fontos így, hogy így elhelyezzük magunkat sok más között, ami azt gondolom, hogy egyháziskolák körében, hál' Istennek az elmúlt években megjelent. Pedagógiai célunkat tekintve, ami épül a küldetés nyilatkozatunkra, hogy úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos számunkra, hogy hiteles jellemek legyenek azok a diákok, keresztény diákok, akik az iskolánkban kikerülnek, ugye ez már magába hozódott egy hatalmas nagy feszültséget. Következő lelkismeretesek legyenek, szintén ugye feszültséggel járó érték, ismerjék önmagukat, legyenek lelkileg szabadon, tehát a szabadság az egy másik feszültségpont, ugye, és úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos az, hogy azon a szinten, amin dolgozunk, középfokú intézményben, hogy megfelelő képzettséggel rendelkezzenek a diákok, és ennek következtében képesek legyenek olyan döntéseket hozni, amelyek ugye a jövőben akár messzebbre tekintenek ezekkel a döntésekkel, nem pedig csak a közvetlen célok lebegnek előttük, hanem képesek távolabb is tekinteni a jövőbe. Ami szintén teli van feszültséggel, hiszen nem egy olyan kultúrában élünk, amely szereti a távolságokat, hanem általában a közvetlen, rövidtávú gondolkodás az, ami, mert abban van a siker valószínű, vagy úgy remélik az emberek, abban a siker, ezért azt szerint gondolkodik. Mi úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos lenne, hogy keresztény fiatal, aki a mi iskolánkból kikerül, képes legyen egy kicsit távolabbra is gondolni az életével kapcsolatban. Ami pedig ugye a sikert illeti, azt gondolom, hogy ez minden iskolára elmondható, nem csak egy keresztény iskolára, hogy
a produktum, az érték, amit ki kellene magunkból sajtolnunk, amit létre kellene hoznunk, az valahogy ilyen konstruktív életvezetés kellene, hogy legyen. Ezeket a fogalmakat Bábosik István tanár úrtól veszem át. Ehhez hozzátenném azt, hogy a mi esetünkben keresztény konstruktív életvezetésről beszélek, és hát magától adja, hogy ebben benne van a szociálisan értékes aspektus, az, hogy közösségfejlesztő, közösségépítő legyen, tehát ebben nagyon, nagyon hiszek, de hát úgy látszik, hogy ez másút is fontos. És hát mindenképpen természetesen, hiszen az egyénnek a kibontakozása az nagyon fontos, úgyhogy egyénileg eredményes is legyen ez a konstruktív életvezetés. Tehát a képessége kibontakozása, ez nagyon fontos. Tehát valahogy a sikert ezzel a fogalommal próbálom megközelíteni, és a pedagógiában a hatásrendszereknek a kialakításánál ugyanez a fogalom az, ami bennünket vezet. A kollégáimnak ezt próbálom átadni. Én úgy gondolom, hogy fogékonyság van rá. A gyakorlati élet az mindig egy kicsit komplexebb ennél, mint tudjuk, hiszen a pedagógia, azt tapasztalom én, de ezt is tanultam, az, hogy az angolok szokták mondani, ez ilyen messy dolog, vagyis ez azt jelenti, hogy ilyen maszatos, szemetes, olyan, mint egy tanári szoba, nem tudom, hogy gondolom mindenki járt már tanári szobába, aki itt ül. Ez egy tanári szoba, hát akár mennyire is törekszünk arra, hogy ott valamilyen, hogy is mondjam, ilyen nagyon vegytiszta hely legyen, az nem sikerül, mert abban mindig van maszat, mindig van egy csomó minden, de így működik az értékteremtés az iskolában. Emberképünket tekintve azt gondolom, hogy nagyon jól megfogalmazza ez az idézet, amit kitettem ide. Emberkép a nevelés szempontjából ugyan nem minden, de emberkép nélkül nincs semmi. Azt gondolom, ez nagyon jól megfogja, akár a kép is segít egyébként, hogy mennyire fontos, hogy az emberképünkkel legyünk tisztában, hogy mi az az emberkép, ami bennünket vezérel a nevelésben. És hát ennek megint nagy története van, azt gondolom, a szakmában. Tovább lehet gondolkodni rajta, hogy kinek milyen szakmai ismerete jut erről eszébe. Én most a saját emberképünkre fogom egy picit ráirányítani a figyelmet, ami, ahogy mondtam, egy lelkiségi alapú pedagógiát vallunk, azt próbáljuk a valóságban kipróbálni, gyakorlatba helyezni. A mi alapunk, amiből kiindulunk, az Szent Ignáctól származik, a lelki gyakorlatokból, úgy gondolom, ezt úgy szoktuk mondani, hogy vezérelv számunkra. Nincs ebben semmi rendkívül, egyébként ez egy teljesen normális keresztény megfogalmazása, evangéliumi alapon, sok száz éven keresztül, vagy ezer éven keresztül kovácsolták ki ezt a képet, ezt a gondolatot, hogy az Isten szabadon teremtett bennünket, és az Isten megszólít bennünket, képesek vagyunk, úgy teremtett meg bennünket, hogy képesek vagyunk arra, hogy meghalljuk az ő megszólítását. Ez nagyon fontos, ez egy optimista hozzáállás, úgy gondolom. És hát az Isten nem várja el tőlünk azt, hogy mindenféle erőszakot hajtsunk végre magunkon, hanem egyszerűen nagyon türelemmel, irgalommal várja azt, hogy mi az ő hívására, megszólítására válaszoljunk. Pozitívan válaszoljunk. Úgy gondolom, ez nagyon fontos. Tehát ez a kiinduló pontunk, tehát ebbe is van egy feszültség, hiszen be van építve a szabadságnak a gondolata, amit tovább vinnék úgy, hogy Mustó Péternek találtam ezt a gondolatát, ami szerintem nagyon érdekes, hogy nem csak egyszerűen az Isten megszólít minket szabadon, hanem van egy olyan munka is, amit el kell így végezzünk magunkon, hogy a teremtett világban és az emberben is működik az Isten. Tehát ez egy másik, kicsit tovább vittük a gondolatot, hogy nem csak bennünk, hanem a teremtett világban is ott van ez az Isten, akiről az imént mondtam, hogy szabadon szólít meg szeretetből, feltétel nélküli szeretetből szólít meg minket és várja a mi válaszunkat. Ami a lelki gyakorlat, hiszen az, ami nekünk nagyon fontos, a lelkiségünknek az alapja a lelki gyakorlat. Igen, Laci atya mondta, hogy a Ignác atyánk nem volt képzett pedagógus, viszont a lelki gyakorlatos könyve az olyan elveket tartalmaz, amelyek a pedagógiában úgy gondoljuk, hogy teljesen áthelyezhető. Sőt, azt mondanám, kicsit Zoli atyának a
a bevezetőjéhez kapcsolódva, hogy azért több száz éven valahogy sikerült valamit kihozni ezekből az elvekből, hiszen volt olyan időszak, amikor hallottuk, nem csak Magyarországon egyébként, hanem Európa szinten, ezek elven működő intézmények, iskolák, azok valamilyen monopólium helyzetbe kerültek, míg aztán hál' Istennek utána mások is bekapcsolódtak ebbe a munkába. Tehát ezek az elvek, amelyek a lelki gyakorlatból származnak, úgy gondolom, hogy valahogy az időknek a időt így kiállták, és az az izgalmas benne, hogy ma a 21. században is sikerült újra gondolni őket, és újra kialakítani olyan eljárásokat az iskoláinkba, amelyek úgy gondoljuk, hogy a gyerekeket szolgálják, növekedés szolgálnak, valamint a közjónak a javára válnak ezek az eljárások, pedagógiák. Tehát ez, ami így bennünket motivál és vezet. Kicsit, hogy az egyháznak a tágabb gondolatvilágához, teológiához is hozzá kapcsolja mindazt, amit szeretnék mondani, hiszen ez a szabadság, amiről az Istennel kapcsolatban mi gondoltunk az emberképünkre, ez ugye megjelenik egy nagyon szép dokumentumban, a Dignitatis Humanae nyilatkozatban, aminek maga a címe már nagyon csodálatos, ugye az emberi méltóságról szól, az emberi szabadságnak a vonatkozásában, és hát az Isten, úgy gondoljuk mi teológiánkban, ennek megfelelően bánik velünk, és hát ugye a mi feladatunk ebből következőnek, hogy a diákjainkkal is valamiképpen így próbáljuk őket nevelni hitre, az Istennek a hívását meghallani, arra válaszolni, ez teli van feszültséggel, ezt megint csak úgy kiemelem. Amit úgy fontosnak tartok szintén kiemelni, a részben emberkép, részben pedig az eljárásunkat is érinti, hogy a mai világban azért egyrészt divatos azt mondja, hogy teljes ember nevelése, viszont ugyanakkor pedig egy nagyon sok tekintetben feszültségekkel teli kifejezés, megfogalmazás, mert hogy az egyik kihívás azt hiszem, ami ér bennünket, hogy azért inkább ilyen redukcionista szemlélettel nézünk magunkra, megint a rövid távú sikerek azok, amelyek ugye fontosak. Viszont egy olyan esetben, mikor azt mondjuk, hogy teljes ember, akkor az egy kicsit nagyobb türelmet követel, nem engedi meg azt, hogy csak úgy leszűküljünk, és nagyon szűk célok mentén haladjunk. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy iskolaként, részben ugye középfokú intézmény vagyunk, de azért mivel 8-osztályos gimnáziumként működünk, 10 éves kortól már ott vannak a gyerekek, hál' Istennek. Tehát mi arra azt gondoljuk, hogy az intézményünket, nem csak a pedagógiánkat, az intézményünket is úgy kell felépíteni, hogy a teljes ember nevelésének a feltételeit tudja biztosítani, hogy minden gyerek, aki oda bejön, az megtalálja a maga számára minél szélesebben a lehetőséget arra, hogy növekedjen a saját képességeit, növekedjen úgy, hogy közben, ahogy jeleztem, az a közösségnek a formálására, növekedésére, fejlesztésére is szolgáljon. És hát itt van egy olyan fogalmunk nekünk, amivel dolgozunk, szintén részben Szent Ignáztól vesszük, de egyébként szerintem ez se egyszerűen elszigetelt ignáci jelenség, a mágisznak szoktuk mindenni, ugye, ami azt, gyakorlatilag azt fogalmazza meg, hogy lehetőleg akár személyesen törődve a diákokkal, minél mélyebben, minél szerteágozóban, vagy pedig szélesebb körben ugye fejlesszük a diákokat. Ez egyébként nagyon sokat szerepel az iskolában, ez a gondolat, ez a kifejezés is, hogy a mágisznak a szellemisége. Ami előfordul az is, hogy persze ilyen versengés lesz belőle, hogy minél többet, 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 és akkor utána egyszer csak azt veszük észre, hogy már nem növekedés van, hanem összeomlunk, ugye. Ilyen törvényszerűségek is előkerülnek, de alapvetően ugye amire az utóbbi időben nagyon rá próbálunk figyelni, az a mélységnek. A mélységnek a kevesebb, a több ugye gondolattal a mélységnek a követése. Itt egy kicsit felvillantom azt a bonyolult érték csomagot, amivel dolgozunk, de talán azzal kezdeném, mielőtt belemennék, illetve nem fogok belemenni a részletekbe, hiszen akkor nagyon sok időre lenne még szükségem. Csak egyszerűen próbáltam azt megnézni, hogy az Európa Unióban, a világban élünk, hát mik azok az értékek, amik úgy nagyon lecsupaszítva onnan ki lehet indulni, és ez mindenki számára érthető és fontos. Hát az egyik dolog, amit ha megnézzük az Európa Uniónak a mindenféle ajánlásait, dokumentumait,
az jön ki belőle, hogy a munka értéke, a szellemi munka, intellektuális munka, fizikai munka, és ide lehet még sorolni minden egyéb munkát, az nagyon fontos. Tehát erre valahogy a munka világára, a munka képességére ugye nevelni az ifjúságot, az nagyon fontos lesz. A másik dolog, ami nekem nagyon kedvenc területem, az értékóvó magatartás. Ez egy nagyon konzervatív gondolat, úgy gondolom. Szó szerint, hogy az értékeinkre vigyázni, ez lehet épített érték, természeti érték, szellemi értékek, és így tovább. Ezt nagyon fontosnak tartom, ezt a következő segítőkészség, ez nagyon keresztény is, ugye karitászra kell gondolni, tolerancia, és hát a fegyelmezettség, ami nagyon sok feszültséget hordoz magába, ez egy közösségfejlesztő dolgok, és a következő rész, amit így állítanak, hát intellektuális művelődés, esztétikai tevékenység, egészséges életmódra. Azt mondják, hogy ezeket az értékeket, ezek a lecsupaszított dolgok, ezekre nem nagyon szabadna elengedni semmit a mai világunkba, ezekhez hozzá lehet tenni sok vegyebb mást. Hát, amint látják, a táblázatomban elég sok mindent hozzátettem, amit így fontosnak tartunk. Ebbe benne van az egyénnek a kibontakozása, benne van a közösségi életnek a kibontakozása, fejlődése, és még egyszer csak annyit, hogy ebből a pedagógiából, ami egy lelkiség alapú pedagógia, ebben a pedagógiában biztos, hogy a jelenfejlesztés az nagyon fontos lesz számunkra, ami megint egy feszültségekkel teli terület. Mik azok a dolgok, amiket én nagyon komoly kihívásnak tartok magunk számára, amit a részben valamennyit már belőle említettem. Úgy gondolom, hogy egy változó emberkép, igények, fogyasztói társadalom az, ami működteti azt a közösséget, amelyben élünk. A gyerekeink, családok ebben a világban élnek. A másik dolog, amit úgy gondolok, hogy nagyon komolyan számba kell venni, az a szekularizmus, amiben élünk. Ezzel sokat gondolkodnak azért. Itt ebben benne van az is, hogy az egyház, kereszténység, ahogy jeleztem az imént, az a harmadik fázis, amit a teológiai képzésemben tapasztaltam, hát ezek azért van egyfajta háttérbeszorulás, vagy pedig, hát ha nem akarok így háttérbeszorítást és szorulásra beszélni, akkor feszültség van benne. Van egy lelkigyakorlatos programunk, ami ilyenkor zajlik, másfél hónapig, és múlt pénteken fenn voltam a Kurtabércen, ez kint van, nincs térerő, kint van a hegyekbe, és miséztem a gyerekeknek, esti mise, és akkor mise után hozzám jött két kamasz, ilyen 16 évesek, fiúk, hangsúlyozom fiúk, és azt mondták nekem, Ferenc atya, ezért más a Jezsú. Néztem rájuk, hogy miért. Azt mondták, mert itt volt idő arra, hogy mi a lelkünkkel foglalkozzunk. És ezt ugye miséről is mondták, tábortűzről is mondták nekem, és hozzátették, hogy ezért érdemes a Jezsúba találkozni. És ez a két fő olyan valaki volt, akik nagyon jó tanulók, a többi elit gimnáziumban tökéletesen megállják a helyüket, biztos vagyok benne, hiszen velük versenyeznek tanulmányi versenyeken, de nekem azt mondták, hogy azt, amit itt most a Jezsúban mi megtapasztaltunk, nekik ez nagyon fontos, ez másút, ők úgy gondolják, nyilván nem voltak ott, de úgy gondolják, hogy ez nekik megéri azt, hogy mégis ide járjanak a Jezsúba, és ne a másik helyre menjenek is. Akkor ebből nagyon sok mindent tudnék még elmondani, ami a feszültségről szól, meg a megoldásokról, de talán ennyit, és egy utolsó gondolat, nyugdíjas kollégák, akik elitiskolákban tanítottak évtizedeken keresztül, ugye bekerültek a mi iskolánkba az elmúlt években, hiszen nálunk is tanárhiány van, Miskolcon nagyon nagy, és akkor egyszerűen ugyanígy megközelítenek, és azt mondják nekem, hát ez a gimnázium olyan, mint X gimnázium volt 25 évvel ezelőtt. Nem tudtam, hogy pozitívan vagy negatívan kell érteni ezt. Aztán rájöttem, hogy pozitívan gondolja, és akkor a másik kolléga ugyanezt mondja, hogy az a helyzet, hogy én tanítottam olyan iskolákban, ahol nagyon-nagyon sikeresek voltak a diákok. Viszont úgy azt érzem most, hogy azok ilyen tanulógépek voltak, akikkel ott dolgoztam. És azt mondja, hogy itt most ezekkel a gyerekekkel pedig úgy érzem, hogy lazábbak a körülmények, viszont az érdeklődésük, a kíváncsiságuk, a kérdéseik, azok viszont olyan természetesen jönnek elő, és ehhez én nem voltam hozzászokva a korábbi helyeken, ahol nagyon sikeresen működött minden. Ezek a tapasztalat, tanár diáknak a tapasztalata az, ami úgy gondolom, hogy feszültségre is rámutatnak, illetve a további útra is, bár én gondolom a további út a mai világban egy keresztény iskola számára
biztos, hogy feszültségekkel lesz teli mindig. Tehát az érték alapú pedagógia, az biztos, hogy mindig feszültségeket fog magában hordozni. De hát valószínűleg csak így érdemes ezt csinálni, és így érdemesebben, valószínűleg kicsit ez fiatalon tart is bennünket, ez a sok-sok feszültség. Köszönöm szépen a figyelmüket.